Halló! Szevasztok, srácok, boldog péntek délutánt kívánunk ezen a retro szagú napon. Az a durva, hogy most szinte majdnem minden csapás vonalon, ösvényen, úton, mellékágon, kusosz, a retroba csapunk bele, de tényleg szinte az összes platformra hozunk valami retrót. Tekken is retro lesz, gamingbe is retro van, Instán is próbálkozunk egy-két vicces dologgal, ha már visszautaltunk néhány happy hour-re. Úgyhogy remélem, hogy ebben is megtaláljátok magatoknak a nektek való dolgokat. Ma az Aladdin, a Disney Aladdinnal fogunk játszani, ami hát egy kedves emlék a gyerekkorból nekem is, és szerintem ezt a játékot azért sokan ismeritek, de aki esetleg nem ismeri, hú, nem mondjuk, ezt nem tudom, hogy azért az Aladdin csak láttátok, nem? Na, hát az. Az Aladdinnak a játék versziója, a hivatalos licenselt cucc. Szerintem itt Magyarországon a legtöbben a DOS-os változattal játszottak, létezett ennek több konzolos verziója, és ha hiszitek, hanem van egy új patchelt változata is. Én igyekszem azzal a verzióval játszani most, amivel mindenki játszott, azzal a DOS-os verzióval. Pamut, Pamut, Vad Wombat, Raider, Razorke, Mr. Szala, köszi szépen. Ah, bármikor, Mr. Szala, ne viccelj, pont ráértem. Naxara, köszi a 67 hónapot. Péter Simon, köszi szépen. Várjátok mindig el. Igen, Black Raven. Köszi a 39 hónapot. Csaba, köszi a 30-at. Tapek, köszi a 39-et. Benedek Varga, neked is köszi szépen. Köszi, srácok. Igen, ez story game, srácok. Story game, horror, horror battle royale. Erről ennyit. Na, úgyhogy mondom, csak emlékeztek erre a játékra. Én azzal a verzióval játszok most, srácok, amelyik a Steamen van fent, és benne van az Aladdin, a Lion King, meg a Dzsungel könyve. És hát, szóval ez egy nem túl hosszú, de az a régi stílusú action platformer játék. Úgyhogy hát nem tudom, mennyire leszünk higgadtak, de annak idején azért elég kevés embernek sikerült végigjátszani ezt a játékot, maradjunk annyiban, oké? Szóval... csak úgy ügyesen. Csak úgy ügyesen. Volt sok ilyen Disney játék, amúgy nem voltak rosszak, de szerintem az Aladdin volt az egyik legjobb, és talán az Oroszlán Király volt az egyik legnehezebb. Felszinger, köszi szépen a 11 hónapot, Zsolt a Rózsavári, köszi a 27-et, Butcher Hatchet, köszi a feliratkozást, Nyegleó, köszi a 10 hónapot. Nagyon köszi, srácok. Szóval Aladdin. Szia, Jani! Sziasztok! Dani kell van nekem, egy percre. Bejött a fa? Visszajött a fába, az meg jó. Van itt, látjátok, ilyen console N version, van console S version, és van Final Cut version, és van Demo version, és van Japanese version. Na, elméletileg mi verzió szinten azt hiszem a console S version-nel fogunk játszani, ez volt az talán, amiben mindenki játszott. Úgyhogy ebbe fogunk belecsapni, mint olyan. Kíváncsian várom, hogy hogyan fogunk tudni haladni. A formátum érdekes. Ugye látjátok majd. Emlékeztek már? Borci, köszi szépen! Így van. Az optionsben... Hajrá, Hortanz, jó lesz! Var, hello, köszi szépen a 32 hónapot! Szóval erre talán csak emlékeztek mindannyian, azért is gondoltam, hogy előkapom, mert engem is izgatott. Kicsit ködösek az emlékeim már. Igen, szóval a Genie fej, a Genie, az a Genie bónusz level, az Abu fej az Abu bónusz level, az Extra Health az a kék szív, a lámpás és a belőle kijövő füst a HP csík, az almát az dobány tudjuk, van a kincsgyűjtés és a checkpoint a köcsög. Na, itt most nem mondom el gyakorlatilag a sztorit, mert ezt nagyjából ismeritek. De egy sötét éjszaka kezdődik a történet. Thank you.
Áram, nagy köszi szépen, Clappy Gaming neked is. A leghatalmasabb varázsló, akit látott a világ. A kedvencünk az, amikor a népszámlálóval találkozik. Egy fiatal tolvaj. Áram nagy, még egyszer köszi. Balatonyi Gábor, köszi az egy évet. Gratulál becshez. Na, az első pálya az Algaraba Market. Nem lesz egyszerű ez a dolog, srácok. Ma ki kell kísérletezni, hogy mi hogy működik rajta, de na. Jó. Szóval tudunk mozogni jobbra és balra, tudunk felnézni, tudunk legugolni, gugolva nem tudunk menni, tudunk vágni, ha-sza-sza-sza, tudunk ugrani, és tudunk almát dobni. Ó, ezt a B-vel ugrást, ezt meg kell szokni. Oké. Tehát szét tudjuk kardozni az ellent, de tudunk almát is tudunk dobni. Bazd meg! Mindegy. Már nincs túl sok életünk, de mindegy. Azt a rohadt! Googolva is tudok vágni, jó? Akkor, ha emlékszem, erre a tevére rá lehet ugrani, és akkor köp! Oké, okay, halt. Ha vannak ezek a zasszonyok, akik ki tudnak de ezeket szét lehetett vágni. Oké. Okay. Ott van egy Ginny fej. Felveszem ezeket az almákat, mert ez ammó. Köszi Norvi, az ötös subgip van, bot. Health XO, köszi szépen a feliratkozást. Passz meg! Tököljön már, Jézusom! Alig van életem már. Hát ezt most felvettem, de hogy mi ez? Szét lehet ezeket ütni amúgy? Aha, a zasszonyokat, igen. Oké, okay, csak a ritmus volt rossz. Nagyon szopni fogunk, srácok, ebbe a... Most már emlékszem, hogy mitől kaptam egy faszt ebbe a játékba. Oké, okay, megvan a Ginny fej. Oké. Okay. Mikor így 93-as ez a game? Talán. Ezt elfelejtettem beleírni a címbe, mindjárt beírom. Oké. Okay. Kurva kevés HP-m van. Kap be! Oké, okay, kapták. Aha, megvan a Ginny fej megint. Kéne HP. Ott a checkpoint. Várjátok ezt. Oké, őt nem tudom ledobni. És őt? Yes, man! Erre van szó. Alulról ment. Igen, lassan 30 éves game. Toka Captain? Igen, sok mindenkinek egyébként az első játék volt, amivel életében játszott. Akiknek nem volt meg az a Nintendo-s korszak, az meg. És ezt szét lehet innen lentre... Mi volt ez? Nem lehet szétvegni? Faszom. De most már tudjuk, hogy itt a checkpoint. Jó, megvan. Basz meg. Megvan. Majdnem elkiugrottam. Jó. Késsel úgy kidodzsoltam, mint aki bó. Én ezeket inkább ledobom almával, bazzeg. Oké, okay, nehogy gond legyen. A karddal alig lehet szétvágni őket, bazd meg, de az alma az gyilok. Jó. Csak türelmesen. Azért ez egy almáért mindent. Emlékszem, wow, azt lentről láttuk azt a parasztot. Megvan, azért ez ugye elég baszó volt, hogy a késeket szé... Hűha. Oh! Ok. Megvan? Egész jól haladunk.
Oké, van itt egy checkpoint. MGPer X, köszi szépen a cheert. Bizony Genesis-en is baszó volt ez a game, igen, ne is mond. HP! Egy kevés HP, de HP. Kapta. Azt a kést be kellett kapni, mi? Rohadjak meg. Oké. Nem szabad spórolni az almával, srácok. Nem szabad spórolni az almával. Rohadt éle! Baszd meg, azt hittem, hogy meg lehet dobni, és nem. És elfogyott az összes HP-n. Paraszt! Bocsánat. Jó. Ma hanyarik Ginny fog... Megvan? Ott van egy Abu fej. Jaj, tényleg ezek a szarok. Mik ezek? Oké. Okay. Akkor felvettük az Abu fejet, az bónusz level. Checkpoint. 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 Ginger Dory, légvédelmi gépállat, köszi szépen. Én nem tudtam 4 évesen végigvinni. Mit lehetett itt venni? 5 gyémántért lehet venni életet, ugye? De... Aha, vettem egy life-ot, ugye 3 volt, látjátok az Aladdin fejét itt, és most már 4. Vettem egy HP-t, vagy egy életet, ugye a kőért. Most ezen az oldalon nincs semmi jó. Oké, halt. Ugye emlékszem még a gémre, de nem mindenre. Zabálj, köcsög. Level complete! Megvan az első pálya, yes! Köszi, Banki! Köszi mindenkinek a támogatásokat, srácok. Kurva élet! Bónusz level. Akkor most... Megvan a... Vízépűbe a kávét főz, még krumplit is szeletel. Abu in Agraba, bónuszpálya. Légmentesen zárt hol tengeri tárolóedei. Ősidők szereszisz. Mindegy, nem, abba hagyom. Mit is kellett csinálni? Most jön a börtön, srácok? Amikor börtönbe zárják, ugye, és akkor onnan szökteti meg Jafarnak ez a köcsög alakja. Nem is tudtam, mit kell csinálni, köcsög. The desert. The desert. Nem, még nem. Nem. Még ez jön. Ez se volt könnyű pálya amúgy. Mi a gyász a szarva? Mi volt? Bunkó vagy? Ki kapta? Megvan? Basz, ne bámult, ne! Jó, meg vagyunk. De milyen köcsök kígyó ez a rohadt anyádat? Oké, okay, kaptam. Azt szét kell vágni. Ott lent van egy... Ott van lenne egy gyémánt. Ó, oh, titkos lépcső. Ezt a futásból nem ugrik! Bocsi. Checkpoint. Oké, okay, kapták. Kéne HP nekem. Francba! Salánk is az a... Köszi szépen a 31 hónapot. Tryrex, köszi az ötöt.
És akkor itt fel lehet menni a csonton. Jó, igen, innen gyorsan kell elugrani, mert lesüllyedsz a fáról. Már emlékszem. Oké. Okay. Oké, okay, megvan. Semmi gond. Bazd meg. Oké, okay, ezen nem lehet átmenni. Ledobtam a mába. Ki? Mi volt ez a sebzés? Arra nem emlékszem, hogy az mit csinál. Ugye mindenki rég látta ezt a gémet, csak mindenkinek az első fája van meg, ugye? De remélem azért nosztalgia az embereknek. Ezzel a gémmel azért sokan találkoztunk. Ó, ott volt! A Scarabeus! Ott a Ginny fej. Kapta? Ott van, ott a Scarab. És csak megvágott, hogy szakadjál meg! És akkor ugye annak meg lehet találni mindkét felét, ugye? Csak kurvára nem tudom, hogy hol. Oké, okay, kapta. Ott van. És oda vajon, hogy lehet lemenni? Oda fel se tudok, de a másik oldalról. Ez az, alig van HP-nk, bazzek, alig. Checkpoint. Yes! És akkor most megvan mindkét szkarab. Ez nem tudom mire jó. Bazd meg! Oké, okay, alig van HP-nk. Nem akarok meghalni. Kell a HP, mert drága. Abu! Abu? Jó? Akkor csináld ezt. Kész van! Három fél Scarabeus, bassz meg, az hogy lehet? Lesznek még érdekes pályák, majd meglátjátok. Bum! A Ginny fejek... Kurva életbe! Nem adta be. A kincses barlanghoz kell majd a Scarab? Nem tudom. Little Gábor, prób. Köszi szépen nektek és srácok. Ugye az első pálya volt az Agraba Market, és ez most a tetők. Most jön a tetős. Majd szólok nektek, hogy meddig jutottam kiskoromba. Jó? Find the flutes! Meg kell találni a flutokat! Van sok almánk, az a jó. Ez mekkora király volt, hogy már akkor le volt animálva, hogy ketté vágták az almát. Pazd meg! Ott a flút! Látjátok? Ott a cucc. Pont fölötte. Meg itt is egy. Megvan az egyik flút. Oda nem visz fel. Hogy lehet vajon megszerezni azt az Aladdin fejet? Én majd kiderítjük. Megvan a fóla? Köcsög. Oké, okay, kapta. Megvan a fóla? Megvan a kő? 12 kövünk van, kéne egy árus. Aha, most...
ez a fóla is megvan. Nagyon jó. Óvatosan. Én igyekszem retro feelinget teremteni, amennyit tudok. Baszd meg! Rohadt ér! A kígyóbűvölő kurva anyját, jó? Dobjad már ezt a kurva almát, hát... Nem dobta, baszd meg. Nem dobta a kurva almát. Igen, és akkor ilyenkor ugye a pálya előről kezdődik. Én pedig visszabújok oda, ahonnan eredetileg kijöttem. Utálom a késdobálókat, utálom a dagikat, mindent utálok. Baszd meg! Ugyanúgy beszoptam. Lesznek gondjaink. Ezt most mondom. Oké. Ez az. Kell az alma, kell az amu. Megvan a Ginny. Mi volt ez? Dobd! És ez is majdnem megölt. Ott a HP! Ó, anyám, tudta a game is. Egy nagyon pici HP volt, nem sok. Ez az, gyerünk. Azt hiszem kapta. Nem tudom, mi történt, de nagyon rossz volt. Takarodj már, Dagi! Dagi! Hé! Hey. Na, nekem kell az az egy one up, az hogy... Checkpoint. Ne száma! Kisdobáló, miért nem megy el a kurva anyjába? Nem lesz ez így jó. Jó, megvan. Hogy kell oda menni arra a kurva vanapra, srácok? Hogy? Kösz. Tényleg kösz. És nem dobja le. Rohadt köci! Ott. Segítség, lefelé. Felvettem? Azért mondta, hogy je!
Fel! Hal az égnek! Oké, gyakorlatilag meghaltam. Annyi HP-n van, amennyi füst kijön a lámpából. Oké, legalább checkpoint van. Az már eredmény. És nem. És megint a futásból felugrás, az a dead. A D-E-D. Mi ez? Mindegy. Ha elfogy a HP-nk, akkor újra kell kezdenünk, hogy tudjátok. Itt lenni van. Mondjátok, hogy van lett valami érdekes. Ja, nincs. Fasz. Kapta? Tudom most már mi az. Happy! Oh yeah! Madár volt az? Checkpoint! Hülye, milyen hosszú ez a pálya? Mocskos dagadék. És van egy csomó kövünk is. A köveket is el kéne adni. Boltos csávó, hol van amúgy ilyenkor? Megáll az eszem. Ennyit a szétverhető köcsögökről. Ki a faszom? Nem akarom, hogy a tényleg az egy boss! Lesz álma! Rohadj meg! Elfőtt az álmám. Gyere! Gyere, bassz meg, mi van, meghalsz! Nála is volt is volna. Semmi gond. Bobi, köszi szépen a csírt. Máté Lechner. Nem tudom, egyelőre az Aladdinnál próbálkozok, bár nem tudom, ezeknek a retro gémeknek mostanában egyre rosszabb a fogadtatása, remélem talán ez. Rossz a ritmus. Ez egy boss. Nem sok HP-n van. Hülye, ez fíria, irányt váltanak a hordók! Hagyj már abba a hordók, dob! Másodperc a kérdése egyébként, és halálra baszom ezt az asztalt. És eltalált a kis késsel, geci. Értitek ezt? És minden újra élet, mert ugye hát... És ő is él? Nem, nem, nem. Ez a boss. Itt automatikusan lefut, várjátok? Nem nyarok hozzá. Ha jó lesz. Almát akarnék szerezni egy keveset, srácok. Csak egy párat itt, hogy újra élet a madár. Offscreen, hogy régen szokott. Már csak one-up-unk van, srácok.
Teljesen off. Total off freedom. Total off freedom. Nem tudom, hogy ez hogy lesz meg, de utolsó HP-nk van, srácok. Úgyhogy mindjárt tanácsolok dolgokat nektek. Nem tudom, hogy kéne csináljuk. Még dobjunk egyet, kettőt, utána... Az a baj, hogy amikor itt jövök, akkor nem hagyja abba, ugye? Szétvágni szét lehet a hordókat? Most ebbe fogunk vele halni? Aha, ebbe. Megvan a pattern, geci. Megvolt, hogy mikor kell ugrani. A kurva anyád! Nem igaz. Csak azt nem tudom, hogy... Nem tudom. Most jön a börtön? Nem emlékszem már. Moon Sissy, nagyon szépen köszi nektek is. Nem. Ilyen csúnyán egyébként a nemet a pofámban nem szarták még, bazd meg. 37 perc alatt ennyiszer. Pedig szerintem a börtön jön. Mindjárt meglátjuk. Sultan's Dungeon. Ja, durván 30 év, Bubi, ne is mondd. Igen, a börtön. Nulla anapunk van, kéne nekem az árus. Menteni? Ez cheat? Baszd meg azt a kurva denevért! Hát nem veszem észre, nem érted? Gyere! Hála az égnek. Oké, ez megy a Mega Man-ből. Mi volt az? Oké.
Jó, hogy ez ennyi? Azt hittem, hogy tovább lehet menni. Ott látjátok, vannak tüskék. Igen, a ritmus között kell menni. Aha. Oké. Okay. Checkpoint! Ami nem tudom miért kell, mert nincsen one-up-unk, szóval... Most tudok erre... Ezek gyorsabban lengnek. Ez az a korszak a videójátoknak, srácok, amikor azt hittük kis pöcskorunkban, hogy minden játék platformer. Füzetbe rajzol, baszd meg! Füzetbe rajzoltuk, hogy mi miért képzelünk el. Azt hittük, hogy minden játék platformer, csak izébe különböznek egymástól témában. Most van Aladdinos. Hűha. Ez elég komoly gond. Jó, megvan. Jaj, a csont sebez meg, tényleg, bazzag, elfelejtettem. Checkpoint. Egy Ginny, bár ezeket annyi értelme van gyűjteni, mint értitek, hogy mit mondok. Ilyenkor, amikor így... Na mindegy. De mi ez a delay? El fogok menni. Egy, két, há. Egy, két, há. A rohadt denevér! Nulla életünk. A boltos! Mi van? Mi van? Yes! Yes! Hú, bazd meg! Nulla HP-n van! És nulla cse... Oh. És meghaltam. Most előre kellett volna kezdeni. Mindent. Good. Várjátok egy picit. Elmentjük itt. Ahol még négy van, hogy nekem teljesen az elejéről kezdeni. Good shit. Megérte pályákon keresztül gyűjteni ezt a szart. Ha még egyszer, bazd meg, platformról lefelé sétálás közben nem ugrik el, bazd meg, beperelem. Rohadék. Rohadék! Majdnem a fél HP-mat leszett a bazd. Kurva, de ne... De ne, démon. Oké, meghalt. Azért mentettem ott el, mert itt még olyan szopások lesznek, hogy az eszetek elmegy. Mi volt ez a hang? Ott egy checkpoint. Ott van HP. Amúgy nem is volt off-ritmus, na mindegy. Ennek aztán sok értelme volt. Én még ott meg akarom nézni, mi van fent. Ott fent van valami. Mondom, a platformról lefelé, nézd meg, és a platformról lefelé sétálás közben egyszerűen no ugrás. Ja. Easy.
De most meg működött, basz meg, és most a felső nem. Várjatok, ne erre. Miért tettem ezt az egészet? Három almáért? Aha. Kurva jó. Oké. Mi a fa... Fent volt még valami? Anyád? Mert bizonyos időközönként kell majd mentenünk, mert ez egy sebdá? Miért jelent meg egy one-up csak itt? Láttátok? Semmi baj. Mi volt az amúgy? Miért jelent az ott meg? Képzeljétek el, ez is időre menne, mint Mário. Biztos agyvérzést kapnék. Már berúgott most Aladdin, várjál. Mondom én neked? Teljesen megőrült. Hűha, ez most mit jelent? Nem tudom. Segítség. Jó, nincs egy gond, de van. De nincs. Kurva, de nevér! Amúgy erre mi van? Oké, azért nézzük meg. Hát valami szuper titkos dolog. Happy. Nagyszerű. Oké, akkor innen... Oké. Jó. Megyünk szépen vissza. És akkor itt felugrálunk a köveken. Oh, Glepnis, rugsd! Abissza, Sir Alcibárda réten. Nagyon szépen köszi. Abissza, köszi szépen az egy évet. Gratula. A Badgethez. Köszi szépen a támogatást. Ne is mondd, nekem is szívmelengető rogurmi. Köszi a támogatást ezekkel a nosztalgikus játékokkal játszani. Teljesen mindegy, hogy összesen hány embert érdekel, azért remélem, hogy egy klassz emlék így az embereknek. Oké. Okay. Oké. Okay. Valaki mondta, hogy már? Kapta. Oké, okay, Alma Pótló, Antonio. Oké. Okay. Én nem megyek oda le, és elkapott a csont. Rodik. Ott egy checkpoint, bal oldalon. Lehet, hogy érdemes lenne ott menteni egyet. Ez a puszi gomb. De nem baj. Azt most mi van akkor, hogyha ott kijött egy ilyen kő onnan a feje? Meg van a pöcskeszerű. Exit! Stregó, köszi szépen a 49 hónapot! Yes! Buba, köszi a 80 hónapot! Még eddig is ment kiskoromban. Ne Jafar! Hát kurva élet, bassza meg! Nem hiszem, hogy mindig! Give me the scarab, street rat! Nem.
az, hogy így sokkal egyszerűbb a game? Még egyszer sem töltöttem vissza, Taki Zoli. Egyetlen egyszer sem töltöttünk még visszamentést. Mi? Hát hihetetlen. Így könnyű, azt mondja. Cave of Wonders. Ugye most jön a barlang. Lép be. Nincs más, csak a lámpás. Na, ez már a szopó rész egyébként innentől kezdve, mert ilyenkor már vannak nagyon nagy gondok. A kurva denevér, utálom! Ebbe bele lehet kapaszkodni? Én azt hittem, hogy konkrétan átszúrja a koponyáját Aladdinnak ez a szar. Én nem ugrok le oda, rohadjon meg. Ez HP itt? Tessék? Gyere, baszd meg! Gyere, baszd meg! De most mi lesz, ha beugorok a vízbe? Ja, azt nem kéne megfogni, mi? És akkor most merre menjek? Nem, de hát oda lesz az összes életem. Most fogom visszatölteni. Most fogom visszatölteni a mentést. Hit the statues. Valaki más is észrevette egyébként, hogy kurvára az van írva a retkes, kibaszott kurva Latin Múzeumnak az elejére? Láttátok? Ti láttátok? Na most írta Kizala, hogy könnyű. Szóval az volt írva, hogy üsd meg a szobrokat. Na mi van? Szóval meg kell ütni a szobrokat. Már is megmutatom nektek. Cave of Wonders. Hit statues. Huli, Buba, köszi nektek is. Azt akarjátok, hogy minden alkalommal előről kezdjem? Jön a denevér! Jön a denevér! És most itt ugorjak le, srácok, és vágjam meg a követ. Oh, oh! Akartam mondani, hogy ez nem süllyed el véletlenül, ez a kő. Leszarom a halat. Mi volt ez? Megöllek. Úristen! Ott a denevér, látom. Mondja. Jó, meghalt. Megölek. Meghalsz. Veged. Úgy, spónolj vissza, úgy. Akartam mondani, hogy ilyen kevés levér van itt. Szóval az letörik onnan. Happy és checkpoint. Thank you.
Kapta? Nem akartam mondani, és mégis hány kézzel köpjem be? Ott is van HP. Egy csomó! Mi az hang? Tényleg, mi az hang? Annyi HP van, mint a szar! Mi az? Szellemgenyó! Megvan a szellemgenyó, ez az. Mi a franc volt ez? Hm? Mondjátok már, hogy mi az odvas kurva élet. Oké, okay, semmi baj. Jó, de van. Jó, de nincs. Köcsög, de nevér, jó? Hú. Oké. Okay. Kicsit ideges vagyok, már most nem tudom, hogy látszik-e, de... Oké, okay, csak majd. Oké, okay, HP. Ez most amúgy egy egész jó pozíció. Mi volt ez? Nem látszik? Jó. Helyes. Megvan? Megcsaptam. Most lett valami? Áó, paraszt! Bolt. Nagyon jó. Tudunk még venni one up-ot. Olyan mentés lesz ebből, srácok. Olyan szép. Amúgy a vissza az meg én is, srácok. Ki a köszi 64 hónapot? Huli, még egyszer kösz. A vissza az mi amúgy? Oké, okay, mindegy. 7 up. A sorsolás a pálya végén. Ó, szóval a zsini fej. Oké, okay, és akkor így jók leszünk. Ez csak biztonságban mentem ide. Jó, és most? Most hova az anyámba kell menni? Ha? Mi nyílt ki? Erre valami? Aha, igen, eltűnt az a szar. Ez egy boss? Boss! Legyőztem? Nem? Mennyi HP-d van még? Dögölj! Oh, yes! A szőnyeg? Ilyen szándékos HP kúrás, hogy úgy sem tudsz hova menni, mi volt ez? Megvan a lámpa!
azt mondta a tigris. A nagyon nagy tigris. Hát tiszem, hogy lehetek ennyire bal? Na mindegy. Bónusz level. Ja, tényleg, mert felvettük Abut. Most végre mehet, meg tudjuk, mit csinál Abu. Abu in the cave. Abu? Amajam. Ó, már tudom. Ez fontos, mert a kövek nagyon fontosak. Oké, semmi baj. Szereztünk néhány követ. És az jó, mert abból veszünk majd one up-ot. Ó! Hitszegők! Ugye, mondta. Nem tudom a tigris hangot rendesen csinálni. Ez az, amikor most a szőnyeggel kell menekülni? Mert ha igen, akkor idáig jutottam régen. Jó. Biztosan? Semmi baj. Valahogy megoldjuk. Az a baj, már most elég szarok vagyunk. És most? Oké, megvan. Hűha! Szikla! 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 Megint azt csinálta? Megint azt csinálta, srácok? Megint azt csinálta, hogy kurva anyjár, bassza meg! Hol volt nekünk mentésünk? Volt az előbb mentés? Teszt. Hol volt a mentésünk? A bónusz részt az előbb nem vettük észre. Ez így még jobb is, hava? Yes! Megvan egy warap! Na jó! Éreztem én, hogy vissza kell jönni. Éreztem én. 9 one-up-pal kezdünk, ott fog menteni a pálya elején egyből. Jó, hát hogyha néhány követ eszi tudunk szedni. Ha 2 már az is jó. Mindegy, 1 is elég volt. Elkapott a kő. Jobb, hogy meghaltam, igen. Oké, teszt. Csak akkor ugorjunk fel a... Láttátok a kis geci becsempész egy denevért, aki lecsapott egy picit az életemből, csak azért, hogy a kurva számot? És megint majd időbe kell ugrani a gyémántokért. Oké, most. Oké, most. Ez az. Micsoda, még hozzám se ért, baszd meg!
Nézz a picsába! Rohadt köcsög! Oké. Okay. Oké, okay, most? Oké, okay, most? Nem igaz, és megint. Bazd meg! Világban nincs ilyen. Áó. Szarok a gyémántra. Ez lesz a taktikánk. Annyira örülnek egy pofán baszottak, ő tényleg legjobb. Most is olyan jó érzés volt, komolyan borzolja. What? Mondom, nem ennél a résznél buktam be még annak idején a dolgokat, srácok, hanem amikor a szőnyeggel kell repülni. Azt nem emlékszem, de az... Még ide se ugrottam fel egyszer se. Az nem emlékszem, az ugye nem bónusz level, hanem rendesen része a dolgoknak. Meg aztán van még ugye itt a barlangban, amikor már lenyugszanak a kedélyek is map. Oké, most nem állunk meg, futás! Valamit szétbaszok. Komolyan mondom. Hét talán nem megyünk le. No, no. Mondtam. Igen? Hát ez a kedvenc kommentem lesz ma. Az igen, meg a nem. Klacsa, köszi szépen. Az rendesen része a game-nek. Köszönöm szépen. Az information-t. Köcsög, de nevér. Köcsög, de nevér. Ügyesen. Ha most vettünk fel HP-t, azért nem kell visszaugrani. Bár most már megérte volna, de mindig. Nagyon jó. Oké, rohanj. Hát, bassza fasz, ezért felugrok. Még ezért is fel kell ugrani? Ezért már nem. Jó. Most végre túl jutottunk. Agyvérzést fogok kapni, bazd meg. Komolyan mondom. Hogy lesz arra aztán király is? Nem tudom, ha legközelebb főzöl valamit, akkor megkérdezem, hogy mi van még. És nem tudom, one-up. És ezzel most mit kezdjek? Hol van az a one-up? Semmi gond. Igazából négy kövünk van, ugye? Ha négy kövünk van... De hogy a faszomban van az, hogy majdnem eléred a felsőt és az alsót nem? Nem igaz. Tehát négy kövünk van. Igen, azt mondtam, a damage okozta. A parát. Nincs meg gond. Egy követ kell igazából felvegyünk. Mondjuk ezt itt. Oké. Okay.
fasz? De miért? Oh, nem igaz, komolyan mondom, nem is arra kellett volna mennünk. A rohadt plusz HP miatt mentem arra, baszki, és ez meg se érte. Komolyan nem igaz? Ha? És ilyen morzsák, ilyen kőmorzsák gyakorlatilag szakítják be az agyát Mr. Aladdinnak. Megint nem kellett volna fölvennem. Csak mondom. Igen, és most menjünk fölfelé. Tudjátok mit? Szerintem ne ugorjunk le a one-upért. Nézzük, hogy van a másik irányban. Igen, amikor megsebez egy kavics, akkor egyértelműen kisebbet ugrik. Majdnem fagyos lett. Ugye itt van lent a one-up. És most oda mentem, ahol a one-up van, mert nem lehet átugrani, ugye? Elő a füzetet? Milyen füzetet? Nem. Oké, összezavarodtam. Szóval elő kell vennem a füzetet, amiről nem tudom, hogy miről van szó, vagy mégsem. Milyen füzetről beszéltek, srácok? Nem nagyon vágom. Egyik azt mondja, hogy vegyem elő a füzetet, a másik meg azt, hogy ne. Csak hogy nem tudom, hogy miről van szó. Á, nem lesz ez így jó. Nem lesz ez így jó, most egyre többször kihagy a running jump. Lehet azért, mert sebződök folyamatosan. A damage miatt van, srácok? Régen füzetbe terveztük, hogy honnan, hová, mikor kell ugrani. Na jó, bazzeg, de és én azt honnan tudjam? És ezek szerint van a csetben, aki nem. Annak a denevérnek ott kell lennie egyébként. Én már csak azt akarnám megtudni, hogy arra kell-e menni, amerre a one-up van, vagy nem. Azt a baj nem fogjuk megtudni szerintem. Köszi Kucsi Hasszina, tényleg amúgy, oké, akkor úgy megyek. Én úgy, én elestem arra a sziklára.
Oké. 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 Baszd meg! Baszd meg! De mit csináljak akkor, ha az a kibaszott kurva kő akkor plattyan oda? Tudjátok, mit kell csinálnunk? Tudom. Segítsünk magunkon. Legyünk Einsteinnek. Aki okos is volt, meg lusta is, jó? Mit szólnátok azt, hogyha azt csinálnánk? Kurva szárad, toszódj meg. Hogyha végigmennénk itt ezen a részen, és valamelyik helyen, ahol meg lehet állni egy picit, kiszterünk egy mentést. Ha? Az 200 lehet? Nem itt. Ez nagyon fontos, hogy nem itt. Ezt írtad le, XD? Espeti, mikor írtad le egyébként? Azt leírtad, hogy mentsek? XD. Mikor? Az a baj sajnos, hogy ebben a játékban futni meg ugrálni kell, hogy nem tudok mindig jobbra nézni, úgyhogy írd meg pontosan egyébként, hogy mikor írtad meg, és utána esküszöm, hogy felhívom anyámat. Kihangosítom, hogy mondja el, hogy micsoda egy alávaló ember vagyok, és bárcsak száradtam volna meg a lábán. Egyébként, hogy nem vettem észre, amit Peti írt. Sötét zölddel feketén, faszom! Kurva életbe bazdnak, és egyre többször van ez. XD. Nem állunk túl jól. Az a baj, hogy egy HP-val kevesebbünk van. Úgyhogy ez most csak teszt lesz. Mert amúgy 9-el kéne eljussunk oda, ha már mentést. Bazd meg, nem baj, így jó lesz. Igen, az a baj, igen, hogy minél stresszesebb az ember, annál többször elbassza, igen. Oké, óvatosan. Ugye az előbb már csak 8 appunk volt, és ezért nem akartam mentést csinálni. Tessék? De bazd meg, de már abba hagyta a villogást, akkor miért van még mindig hit punch? Hm? Baszik, de fura. Oké, még 9. Jó. És ennek az ugrásnak a... Talán itt? Lehetne egyet húzni? Várjatok, load game-re mentem. Save game. Yes. Talán itt? Okay. Tulajdonképpen itt is menthetnénk, ugye? És akkor jó lesz. Oké, okay, kikerültem a denevért, mint egy állat. Igen, itt, ha ezt kurtuk el az előbb, semmi baj, hogy ugye amikor megcsap a láva, akkor esünk le. Tehát ott ki kell kerülni azt a hitet. Most. Megint elbasztam, oké, két lába van. Tehát ügyesen kell csinálni, ki kell kerülni a lávát. Kétszer is. Az azt jelenti, hogy a süllyedő platformon kell... Pedig én megbasztam! Semmi gond? Jó lesz. Tehetek egy picit.
Jó, oké. Okay. Mondjuk, mondjuk. Határeset, határeset! Igen, még van ott utólag egy ilyen kis grafikaszerűség, amivel így csinálj egy hűha! Hogy tud felfelé gurulni? Ha! És ha most jön a repülőszőnyeges pálya, srácok, akkor eddig tudtam megcsinálni annak idején. Kurva életben. Oké, meg vagyunk. Akármi van, mentünk. Oké, okay. Azonban is nem tudok oda nézni. Oké. Okay. Szerintem nem, szerintem most sem fogom tudni megcsinálni. De ez túl gyors, nem? Ez olyan, mint a Turbo Tunnel. Menj már innen, mondom! Oké. Okay. Egy kicsit pihennünk kell. Nem látok. Most megálltam direkt, esküszöm. Olyan, mint ugye rendesen már csak azokat a cikk almákat látnám, vagy mit tudom én mi. Mecske Madva, köszi szépen a fél évet. Teki Game, köszi szépen. VKTR, FTV, bármit jelentsen ez, köszi a 80-abot. Suni, Donvald, Riti Mordi, köszi szépen neked is, Madra Petra, Jucus, Naja persze, nagyon szépen köszi nektek is. Elmen már. Igen, ugye? Kicsit jójózik az ember szeme tőle. Mindjárt tovább megyünk. Hú. Hogy random ez a rész? Szerintem nem. Szerintem nem random. Ha csak a karaktert szoktad nézni? Na jó, de akkor hogy látjuk a perifériát? Na, van. Csináljuk. Mondom, tök olyan, mint a Turbo Tunnel. Ó, ez egy one-up volt. Kéle. Azelőtt a szikla előtt nem mutatja új, hogy hol lesz, ugye? Maradjunk lent. Igen, azt kapott el, látjátok? Oké. Okay. Azt még most jött a... Jó, mindegy. Segítség! Mi az, hogy kérdőjel, te paraszt? Úristen! Várjátok, meg lett? Ó, oké, tehát ha túljutunk a kérdőjelen, akkor megvan.
Igen, mert ugye, igen. És akkor most jön elvileg a sima inside the lamp, a lámpában. Oké, okay. Sanzón. Köszi szépen közben. Ezt a pályát, ezt úgy játszottam, hogy valaki más csinálta meg a szőnyeges részt. Igen, tehát a kék részeken, srácok, így átesünk. Mekkora zene? Igen. Látjátok, így átsüllyedünk, hogy... Jó. És innen hogy menjek fel? Ó, ott egy fej! Oké, és? Oké, és? Oké, és? Oké, és? Oké. Hó, azt mondja rest. Oké. Lefelé. És azok a lufik miért pukkannak ki? Biztos? Nem emulátorra nyomom, hanem megvettem Steamen. Várjátok csak, van egy ötletem. És ugye, aha. Miért nem ugrik? Nem kéne megfogja azt a lufit? Most megfogta. Oké, ez jó volt. Azt hittem, mindig kéz marad. Oké. Okay. És fölfelé. Most mondjátok, hogy nem beteg ez a rész. Jó, megvan. Ez a minikezes téma, ez...
Vannak gondjaim. Súlyos gondjaim. Hogy? De hülye hangja van. Jó, itt a checkpoint. Ó, ne is mondtam, én is csillagokat látok, Sanzón. Hogy, micsoda? Hogy, mi? Mindjárt csak eltöröm így a fejem mögött a kis ujjamat, hogy a Twitch nem mondja, hogy önbántalmazok. Akkor nem látszik. Nyugalom. Semmi gond. Peti közért sírt, nem kellett volna Peti a sírt, tényleg. Tudod te is, hogy mi van. Az ember, amikor ilyen Rage Game jellegű gémmel játszik, szeret kipécézni embereket és dühöngeni, mint egy állat. De legalább te tudod, mert te nézel a csatornát. És nem vagy önkéntes szuperhős, mint akinek a faszom tudja, már nevét is elfelejtettem. De köszi azért, hogy jó. Baszd meg! Meg nem jöttem! Hogy lett máshol? Érjem le a képen! Meg fogjuk oldani, nyugi! Megoldjuk! Megoldjuk! Ez fixes, ugye? És visszamegy. És amikor visszamegy, akkor kell felugorjak rá? Igen. Nem ment vissza? De akkor nem ment vissza? Nem? Nem volt olyan? Srácok, most máshogy csinálja? Ugye, hogy most máshogy most nem csinál ilyet? Most a felső csinálja. Megvan. Oké. Okay.
Igazatok van. Nem is látszik, de nem látszik. Nem látszik, hogy ott van. Nem. Ez mi lehet, Dani? Robogó? Nem. Hát de végül is igen. Az fix az a második kéz? Á, ez fix kéz. Látszik, hogy hova kell ugrani. Ah. De miért nem látszik? Nem látszik. Ha legugolok, talán akkor igen. Ha legugolok, megy lejjebb a kamera? Valaki tudja? Rönt gyors, köszi a 25 hónapot. Zsenszegi, köszi az egy évet, gratul a Badgethez. Köszi Lódarás, köszi Prób, köszi Mohojó, köszi Samci, köszi mindenkinek. Valaki senki? Renjom. Nagyon szépen köszi, pedig köszi a másik csírt is. Gyurka. Nem tudom, Gyurka nem szokott ilyeneket csinálni egyébként alapvetően. Viszont balhés gyerek. Makos Mika, köszi szépen. Igen. Igen. Jaj, hát fel! Nem azt, hogy itt volt a pálya vége! Jó, meg vagyok. It's just me. Köszi a három hónapot. Szad, köszi a támogatást. Nincs nyugtató mellettem, nekem itt a chat. Szóval, de örülök. Nem emlékszem, amelyik az utolsó pálya. Hú. Igen. A Szultán palotája. Na mondom, innentől kezdve vakon vagyok. Képzeljétek el. Eddig nem voltam vakon. Láttam ezt a pályát is, de eddig se én vittem el. Az a kemény, hogy ez így rip. Most kellett volna elmentsem, és lett volna egy életem, de nem mentettem el. A másik pályát meg nem kezdjük újra, úgyhogy most mentem el, egyel kevesebb életem lesz. Kérem, szárja le, az nem érdekel. De amúgy mi van itt balra? Mert amúgy elvileg nem erre kell jönni. Anyád.
Mi a túró? Nulla HP-n van. Ez valami iszonyat shortcut volt? Na bazd meg, az meg... Így is meg fogunk halni, nem? Legközelebb akkor megnézzük, mi van jobbra. Itt egy checkpoint. Ja igen, mert most már... Mi történik? De ez a... Ezért csapkodok, mint egy idióta? A köcsög madarak miatt. Én esküszöm, el akarom menteni ilyen kevés HP-val. Az jó nagy fasság, mi srácok? De hát a Half-Life-ban már megszoktuk. Oké. Okay. Oké, okay, kapta? Nagyon gyorsan. Ez az? Bassza meg! Oké, okay, HP. Nem túl sok, de legalább valamennyi, wow! Megvan az almával, hó, oh, yeah. Oké, okay, nincs HP-nk. Sem ennyi sem. Uramisten! Szerintetek ezzel most elértem valamit? Szerintem azt, hogy meghalok. Ha? Igen, a szőnyeg kicsit elmevetek. Én is érzek valamit. Valami energiákat. Visszafelé próbálok vágni, mert arról voltak a madarak. Valószínűleg meg fogunk halni, de semmi nagy baj nincs, mert csináltunk mentést. Oké. Oké. Tudj, így jön. Madár, 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 madár! Hú. Oké, okay, bocs, srácok, tényleg. Ne áragudjatok, azt fel kellett vegyem. Lehet, hogy most 20-szor be fogom szopni, mert a madarak azok respawnolnak. Itt lesz egy kis buli a szőnyeggel. De semmi baj, mert elvileg a dagidögök nem spawnolnak vissza, akik sokat sebeznek. Közben Arkados, Tess Parker és D-Man. Köszi, haver. Delfiós, köszi neked is. Oké, lerakott. Hol a madár? Tudom, hogy itt vagy, bazd meg. Jó, oké. Na most menjük el. Megdöglött, de azért megdobott. Apu! Kiengedtem a but. A boltos. Tudunk venni egy appot. Mi volt ez? Most mentjük el. Mekkora mákunk van. Ugye ennél többet nem tudunk venni. Mi ez a lyuk? Ez halál ez a lyuk? És most mentettük el, nem? Semmi baj, visszatöltjük a mentést. És a lyuk, az nem halál. Az nem halál. A halál az valami más. Nyugalom, semmi pánik. Semmi pánik.
Oké, okay, tehát abban a pillanatban, ha leugrasz, rip, mert nincsen almánk. És itt is csak egy kő van, ugye? Az baj, nincs alma, nagyon-nagyon kevés az élet. Oh. Ez... Srácok, ez... Ez boss, ugye? Oké, semmi gond. Vagyis hát de van. De le lehet nyomni, csak szét kell verni Jágót. Bekapta. Oké, rip. Ez rohadt nehéz itt. Rohadt szellem. Annyira gyorsan spawnol. Akármit csinálok, bazd meg, akkor is fogja magát és rám spawnol. A rohadt geci. De minthogyha oda, nem oda spawnol, ahol vagyok, hanem ahol ugrani fogok. Rohadt én puckán. Semmi gond? Ezek még nem sajnáltak semmit? Már most halunk. Láttátok? Tudta, hogy fel fogok húrani, mert ott lesznek az almák, és oda spawnol. Milyen menő? Oké. Okay. Kell egy load game. Túl sok HP-t vesztettünk. Megoldjuk. Megoldjuk ezt is. Az a baj, itt már nem lehet felvenni egyáltalán almát. Nincs meg a fél HP-m. És kardál nem lehet vágni. És egy alma van itt. Nem igazán tudom, mit csináljak. Szerintetek? Hogy mire lenyomom az egyiket, mire lenyomom az egyiket, azonnal leszponnal a másik, így loopba kerülsz. A hordón jók vagyunk. Csak most nem spawnol alma. Innen amúgy nem tudom. De tudom. Nem értem, ennek a karnak akkora hitboxa van, mint egy ifaplatóba, az meg. És szarik rá. Kispapszi, köszi szépen a fél évet. És most már nem tudunk felmenni a hord. Megvan. Megvan, hogy kell fel. Mágnes van egyébként a szellem picsájában, csak mondom. Brutális. Fix helyen spawnolnak, csak... De hogy értetek, hogy az almák helyen spawnolnak? Hát a bal oldalon nincs alma. Hát akkor csinálok egy mentést egy jobb helyen ennél.
Mondjuk itt. Régen nem volt mentés. El tudjátok képzelni, az milyen volt? Most egyből van, ja, egyből van. Ja igen, mert ahhoz, hogy 10 almánk legyen. És itt nem lesz, mert látjátok, jön a villám, és a villámot le lehet vágni, még mielőtt spónol, látjátok? De nem spónol több alma. Ja, itt is spónol alma, igazatok van. És kettő is tud... Van egy delay-ja. Hagyjál! Hagyjál! Nem tudom, hányszor kell megvágni Jágót. Fogalmam sincs. Nem próbáltuk még meg, hogy lehet-e. De én nekem nem sikerült karddal megütni Jágót egyszer sem. Teszt. Elvileg nem lehet. Ja, nem lehet, csak almával lehet megütni, azért is spawnol. Volt már ilyen boss. Ugye töltünk egyet vissza. Igen, azért is spawnolnak az almák. Igen, tudom, csak valaki írta nekem, hogy lentről kell ütni Jágót. Csak nem... Egyszerűen nem értem, nem tudom összelogikázni, hogy hogy kerüljem ki ezt a szellemet itt. Jesus. Baszd meg, erről a fokról eddig meg tudtam dobni háromszor, most hatalmát kúrtam el mindig mellé. Ki volt a megint semmi helping nincs. Az annyira gyors a szellem, mint a kurva élet. Oké, oda át van alma. Bászak, egyszerűen nem. Egyszerűen nem. Egyszerűen nem akar meghalni. Nem tudja valaki, hogy hányszor kell amúgy megütni a Jágót? Még innen se lehet megütni garda. Csak nincs több almánk. Tudtam volna, az előző mappon sokkal többet gyűjtök. De hagyjál már ezzel a szellemmel, hát hihetetlen, nem tudok mit csinálni vele. Egyszerűen nem tudok, hogy annyira jön, és annyira gyors. Látjátok, hogy teleportál ugye egyik oldalra a másikra. Thank you.
Vedd fel az almákat! Aladdin! És meg fog ölni. Ó, Istenem, igen! 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 Lengyel, mi? Így igaz. Örülök, hogy emlékszel a Lengyel, mi? Jafar a legnagyobb szuperhős. És ha választanom kéne, akkor az lennék. Köszi szépen. Pioneer legik azt, hogy 25 órapot. Az is egy jó dolog. Jafar palotája. Nem ez az utolsó map, ugye? El kellett volna menteni, basz meg az elején a pályán, nem baj. Emlékszem, hogy ezt... A láncon fel? Nem. Örökös. Nem baj. Nem baj. Nem baj. 8 HP-val is jók leszünk. 1 HP-val is jók vagyunk, úgyhogy mindegy. Hogy kevesebb HP-t veszítettem. Nem sok HP. Halok. Oké, semmi HP-nk nincs, de a semmi HP-ban tudjátok, mi a jó? Hogy sokkal izgisebb. Bizony, Zirigel! Még egy hónap. De Méra? Nem tudom, hogy lett ez, de nem baj. Baszd meg! Nincs HP-nk, nulla. Muszáj volt felvennem a HP-val, de belehaltunk. A... Nem. Jó. Kevés HP, hát igen. Ó! Oh. Az a baj, hiába próbálom, ott egy kicsit vissza mindig leesek. Haj, mi, micsoda? Micsoda, milyen újdonság ez? Milyen új, a másik zsebemben is van egy farkam szöveg ez? Karadjál innen. Pff, rip. Elment fölötte? A második alma? Az első, nem a második, igen. Az a baj, muszáj lódra csináljuk az összeset.
ez a kevés életnek a gondja. Igazából ennyi élettel indultunk fentről is, ugye? Én úgy emlékszem, hogy igen. Igen. Ez nem tud... Fut, tehát nem működik ez a futásból ugrás. De mondom majd, hogyha kipróbáljátok ezt a verziót, ezt a Steam-es verziót, kontrollerrel, akkor majd megmondjátok, hogy nálatok hogy van. És megint. Ugyanez. Lehet, hogy megölcsött a hátra, igen, megunta. Steam-es, megmutattam az elején, hogy melyik verzióval játszom. Élet. Van olyan Steam-es verzió van, hogy ilyen Disney pack, Benjo, amiben benne van a Lion King, kurva szád, érted, nem? Meg a dzsungelkönyve, meg ez. Ez már gyakorlatilag a vonat szerencsétlenség. Tehát ki akarom kerülni a golyót, ami hozzám ér, de nem sebez meg, de leesek. Sehogy se jó. De most megsebez. Easy peasy, köszi a 4 hónapot. Semmi gond. Nyugalom. Egy almám van csak. Úristen. Ó, oh, checkpoint. De nem, már megint a... Várjátok, nem. Ugye? Nincs életünk, most már van életünk, de ugyanaz az életünk, mint ami az előbb volt. Azon gondolkozom, hogy meg kéne halni, venni az árusnál egy appot még, mert van rá pénzünk, és akkor full HP-val kezdenénk. Nincs HP-nk, nulla HP-nk van. De jó lesz ez így, mert most meghalunk, felmegyünk az árushoz. Full HP. Leugrok az... Leugrok, köszönöm. Leugrunk az árusnál. Ide, tucat.
max HP és szív. Azért megsebzett. Még egyszer megsebzett? Most hogy tudtam szétcsapni? Mi van? Ahogy szét tudom ütni a... Oké, akkor le. Ez mi? Ó, te jó ég. Szóval itt vissza tudom szerezni azt a HP-t, amit elvettek tőlem. G a G-hez. Viszont, nem is olyan rossz ez. Pazaroljuk a számát. Gyerünk, szőnyeg! Oké, néhány madarat sikerült kinyírni. A kardok ellen csapkodok amúgy ilyen nagyon veszett módon, srácok. Mi ez? Hey! Csafár! Mi csináljuk? Baszod? Nincs HP-m. Hú, basz meg! Ingyom, mindjam behemót! Vágja le a nagy kígyót! Ugye? Semmi gond? Vannak felvehető almák. Óvatosan. HP-m megvan. Ég a talpam alatt a talaj. Nagyon ég! Nagyon ég! Nagyon ég! Hogy éghet ennyire? De akkor minden ég. Akkor ezt most hogy csináljuk? Az baj, nem tudok tápolni almából. Max, hogyha nagyon sokszor meghalunk anélkül, hogy eldobjam. Geci! Szőnyeg! Az anyádba vagy, szőnyeg. Szőnyeg? 32 alma kell bele? De nekem csak 13 almám van. Jó, tudom, hogy lehetnék felvenni, de ezt ki is kell bírni. HP-n meg semmi.
De baszik, de mellé is dobok! Nincs életem, ennyi. Tehát úgy van, hogy lent is jön tűz, meg fent is jön tűz. Hogy csináljuk ezt, srácok? Ha lent is, meg fent is jön, akkor valami szabályos körben jön, vagy valami ilyesmi? Az a baj, nincsen semmilyen üres hely, ahol egy pillanatra meg lehetne állni. Legalábbis eddig nem találtam meg. Ez mi volt? De nézzétek már, hogy... Hagyjatok! Fent ugyanúgy sebez, mint lent. Mindenhol ég. Lent meg nem tudom kikerülni túl magas a láng. Fent egyáltalán nem menjünk? Jó, megpróbáljuk. Nem! Hallom az almadobás hangot. Nem már, de mennyi megy már mellé? Állódalunk egyet. Túl sok minden elment. Ja, értem. Okay. Megpróbálom itt elmenteni, hát ha összejön. Így. Igen, most se lesz több almánk. Nem tudok kiszabadulnia. Utolsó alma. Nem tudok kiszabadulni innen, bazd meg, egyszerűen nem. És nem is volt elég most amennyi. Nem. Mindjárt kitaláljuk. Tiszta egy szemverés. Úgy van, hogy 13 almám volt az előző körben, most valami miatt csak 12 van. Nem tudom miért, de csak 12-nk van, meg kevesebb HP-nk. Nem tudom, hogy. Nézd, ez mi volt ez? De... Na jó, hát... Mi volt ez a porszívózás? Láttátok, hogy micsoda... Így rendesen átrántott. És valahogy ennyi papagájba se értem bele. Feleslegesen fogyott el ennyi alma. Pillanat alatt kifingatnak.
igaz, hogy nem tudok egyáltalán. Az előbb nem így volt, az egész mentési szekvenc nem így volt. Nem tudom, hogy mit csináljak. Teljesen tehetetlennek érzem magam. Most talán egy kicsivel jobbak vagyunk. Úristen, na jó nem. Na jó nem. Nem tudok elfutni előle. És nem, de... Nem. Nagyon furcsa ez is, bazzak, hogy itt van a save. Hogy most ezt a... sajnos mit tenni, teljesen teljesen random az, hogy milyen erősen csinálja ezt a... Nem tudok... Ha beadja ezt a cuccot, nem tudok megmozdulni. Itt nem lehet átugrani, srácok. Tehát nem tudom átugrani a tüzet lent a földön, mert mindenképpen megsebez. Fent ugye azonnal alánk spónolja a tüzet, és van, amikor amiatt lépek fel, hogy átugrom a lenti tüzet. Tudok mit csinálni, egyszerűen nem tudok arrébb menni. És erről az oldalról nem ugyanúgy. Nem is sebzem, ugye? Most igen, de az előbb nem sebeztem. Aha. Nem, ilyen, nem hallatszik ugye a prompt. A sebzés prompt az nem hallatszik, ugye?
És belevitt három dologba, és semmi full damage-es. Ez se volt? Ez se volt? Ez se volt? Egyetlen egyszer se kaptam el. Most egyszer elkaptam. Most sem. Ha szétszpemelném, akkor lenne talán jobb. Picit jobban jött ki a ritmus. Okés. Szóval így valaki? Hello? Bárki? Amikor húznom, lehet ugrani, srácok. Jó, nem. Nem jött senki. Dani, nem jött senki, pedig olyan sokan vannak itt. És nem. Most elmondtam az előbb, elmondom utoljára, hogyha nem sikerül értelmezni, ami látszik a kijelzőn. Ha felugrok a platformra, azonnal meghalok, mert rögtön begyullad alattam a tűz. A platformon nem tudok állni, mert azonnal lángra gyúl egyébként. Rögtön. Úgyhogy azon nem lehet lenni. Oké, tehát random ugyanabból a távolságból, 12 almából 4 mellé ment. Csak úgy. Futni tudsz rajta? Hát nem tudom, megjelenek rajta, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt. Ahogy érintkezem a pixellel, azonnal megsebződöm. Most is mellé ment 3 alma, srácok. Aha, látom már mi a stájsz. Értem, hogy mi a stájsz. Hát nem tudom. Nem elég a HP. Adjatok! Rip! Nincs elég időm körbe menni. Nincs elég HP-m. És ez a max HP. És még itt is van, amikor levesz tőlünk. Mindegyik mellé ment. Az összes alma. Az összes alma mellé ment. Közvetlen közelről. Egy élet? Nekem 9 életem. What? Lehet, hogy arab számok helyett valami mást kellett volna használni. Thank you.
Nem, egyszer nem tudom csinálni. Végig lehet ezt egyáltalán itt ebbe a verzióba vinni? Már azon kezdek gondolkodni. Most mindennyiszor megsebződtem, akárhányszor így hozzáértem a platformhoz. Ebben ez a max HP, ugye? Miért dobja mellé az almákat, amikor mellette állok? Ezt nem tudom megérteni. Maxim Phoenix, már nem kell sokat várni. Zsomán, köszi a 63 hónapot. Nagyon szépen köszi. Szegál még mindig a legkeményebb, igen. Bárcsak én is lehetnék olyan kemény, mint ő. De sajnos nem tudok az lenni, mert iknevekkel beszélgetek egész nap. Tudod, hogy értem. Rexit, köszi szépen. Nincs nulla élet, ennyi. Jó kérdés, Nogurbi. Szerintem biztos amúgy. Csak ugye néha, tehát hogy mondjam, több idő belódolni, mint hogy itt. Hát el tudjuk végül is itt is menteni, csak az a baj, hogy bár... Na, lehet igazad van. Á, ez a baj, hogy ott mellette nem tudok. És akkor hát gyakorlatilag így most tudok egy ilyet csinálni, így. Így. Hát végül is ez így... Eltűnt egy almám? El. Hova? Meg pedig megvolt a meta. Megvolt a meta. Hú, a kurva anyját. Oké. Okay. Volt meta. Vagy valamilyen meta volt. Oh, na hát. Sokkal menőbb lett volna, hogyha valamelyik eltalálja.
Igen. Az a baj, megpróbálok rájönni, az a baj, hogy nagyon még mindig nem tudom, mikor kell ugrani. Mert a tűznek a hátulja is sebez. Ez egyébként egy érdekes fizikai megfogalmazás. Majd aki így foglalkozott már termodinamikával, vagy egyéb dologgal, az elmondhatná, hogy hol van a tűz hátulja. De mennyi kell még bele a rohadt kurva élet, bassza meg? Inercia rendszer kérdése? Igaz? Igaz. Igaz. Mennyi kell ebbe a szarba? Nem azt mondtátok, hogy 32 kell bele, hogy ott rohadjon meg? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oké, 14 van benne. Hát igen, most már értem, mert nem hal meg. Az összeset elrontottam. Az összeset elrontottam. Mindet, minden ugrást. Én nem értem, hogy biztos vagyok benne, hogy én csinálom rosszul, csak egyszerűen nem tudom, hogy a péniszbe. Nézzetek, mindegyik tűz, mindegyik megsebez, az összes! Az összes tűz, nem értem, hogy tudom mindegyiket elkúrni. Mert azt értem, hogy mit tudom én, az ember kiesik a ritmusból, tudjátok, és akkor így mit tudom én, egyet elrontok, de hogy az összeset mindig, az egy durva, nem? És még az almák se találnak be. Nézzétek meg! Az... Olyan, mint hogyha... Tudjátok milyen? Mint hogyha... Én azt hinném... Nem. Olyan, mint hogyha... Ilyen nagyon-nagyon kicsi a window. Biztos, hogy nem 20 száma kell bele. Most változik át. 1, 2. Hát ez most teljesen, ez most totál fos. Képzeljétek, ameddig egy alma van nálam, csak egy alma van nálam, addig nem spawnol újra a 4. Igen, valahogy olyan, mint hogyha a kis tűz, mert most már csápja is van, nem csak hátulja a tűznek. Ugye itt nagyon fontos, hogy eldobáljuk az összeset. Megint az összeset, pedig most ugyanúgy... És ráadásul olyan, mint hogy az első két alma direkt mellé menne.
Mi? Mi a gyászos fasz történik, bazd? Na jó, nem kész. Nem tudom, most nem tudom, mi történt. Máskor sem tudom, hogy mi történt, de hogy most mi volt, azt nem tudom. Olyan volt, mint hogy egy, még csúszott volna a karakter, tudjátok, egy párat azon kívül, amit... Na mindegy, nem tudom így elmondani. Nem kapta be az első almát, mert átlátszó volt a teste. Most is valahogy egy almával kevesebbet kapott be. Mindegyik megsebez. Mindegyik. Elfogyott a száma. Próbálok gondolkozni, srácok, így ilyenkor, amikor mondom, amúgy az összes nehéz játékban, amit a csatornán játszottam, azért szoktam ilyenkor hangosan gondolkodni, hogy hát, ha összetudunk rakni együtt valami hatékony taktikát. És minden egyes alkalommal ugyanaz történik. Egy alma félrement. Sajnos. Miért megy törvényszerűen? Négyből egy alma talált be. És látjátok? Tehát, hogy már hátrébb kell... Olyan, mint hogyha túl gyorsan. Akkor már látjátok, odaér a következő. Tehát úgy van, hogy ha már bele kell vinnem egy olyat, hogy így, tehát egy kicsit így hátrébről előre mozdulok, akkor mire odaérek, ott a következő. Én is úgy érzem, búzer egyébként. Csak itt bekapunk egy damage-et. Ez már rossz, két almát buktunk. Simán. Most mondom, hogyha eltérünk egy pillanatra az simán függőlegesen felfelé ugrástól, akkor nem lehet megcsinálni. Most is buktam egyet? Mindjárt kiderül. Igen. Most változik át, most egy. 13 almánk van először. Nézzetek! Nem tudom, mi történik. Nem tudom, mi történik. Hogy a fenti platform biztonságosabb-e? Na, srácok, mondom, nem fog ez így működni. Ez így nem fog működni, hogyha így csináljuk. Az direkt mindig magyarázom, hogy mi történik azoknak, tudjátok, akik becsatlakoznak, hogy tudjátok, mi van. De ilyen gyakran nem tudom. Változik? Egy, kettő. Jó. Nem igaz! Nem igaz! Nem igaz. Nem igaz. Oké, beszoptam. Nem dobáltuk el az összes almát, és ezért bekaptam a damage-et.
Nem azért mondom, de az előző körben már volt olyan tűz, ami kétszer sebzett meg. Egy fél sisznyit. Így tudom mondani, hogy szisz. Ugrik. Szisz. 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 Oké. Okay. Annyit várni kell. Ezt basszom el. Látjátok? Tehát úgy van, hogy ez a jump, 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 az nem működik. Kell közte egy és utána működik. Az a baj, hogy túlságosan, tehát folyton jumpolok, pedig kell közte egy kis peccintés. Szóval. Most sem sikerül mindig. És meg lett a ritmus. Mondom, csak olyan rohadt nehéz volt számolni. Gyorsabb volt, szerintem egy kicsit magasabb az FPS szám. Mint régen volt. Nem gondoljátok, hogy ez lehet a gó? Hogy ez benne lehet? Hogy egy kicsivel több az FPS? Ebben a Steam-es verzióban az, nem? Ugye régi az PAL? Hát a PAL is lehetett 50. De szerintem több az FPS, kicsit nehezebb volt, de a ritmus nehéz volt megszokni. Na jó, de legalább összejött. Nem van itt, köszi szépen a 10 hónapot, Papa Verin köszi a 29-et, Kalin Kaki, köszi szépen, Maximphonix még egyszer kösz. Na, hát ez szokásos idegbaj, srácok, az megvolt. De csak végigment, persze kellett a save. Párszor előről kellett volna kezdeni, hanem is olyan nagyon sokszor. Bár nyilván lustaságból is használtuk a lódot, de akkor is. Legalább megvan. Én azt mondom. Én azt mondom. Hú, csak meg lett basszus. Egyébként a walkthrough-ra 2,5 óra van írva. Még így se lett sokkal több egyébként. Úgyhogy ja. De hál' Istennek sikerült. Epic volt, epic volt. Mondom, ezek szerint kiskoromban nem voltam olyan nagyon messze a végétől. Kicsit, de közel se. Tehát a felén túljutottam. Biztos, Axon. Biztos. Mindjárt megmutatom még gyorsan ezt a pakkot így a végére, hogy ez micsoda. Hát csak azért tudjátok, mert sokan meglepődtek, hogy van Steamen ez a game. Motkány és Rick Sanchez Hun, köszi szépen nektek is. Köszi Motkány a 42-t, Erik Sanchez, neked pedig a fél évet. Gratulál hozzá. Majd szóljatok, ha újra elkezdte a kreditet. Nem figyeltem. Tetőn, a pakkodban! Igen. Oh. Gotta fly. Én a How Long To Beat-en néztem Orbán Balázs. Azon szoktam megnézni általában az ilyen átlagos playerek átlagjai. Jó. Szóval ez a pak... De fasz van. Én B-t nyomkodok. Szek. Elkezd előről, hagyjon meg.
Tehát ez a cucc, ez, ebben van Aladdin, van Oroszlán király, meg van Dzsungel könyve. És mutattam nektek, hogy az Aladdinból is van többféle. Tehát itt is van ez a konzol S version, van konzol N version. Látjátok, hogy ez hogy néz ki? Ennek más a grafikája. Mert ez volt az OG Disney-s, és ez volt az N version, a másik fajta. És van a Final Cut version, ami meg patchelt. Meg van a demo version, meg van a Japanese version. És akkor ugyanígy van az Oroszlán királyból is több cucc, meg itt meg DLC-ként letölthető a Jungle Book. Ezek vannak. Igen, az, de Steam-es ez, várjál, mindjárt mutatom melyik ez. Ez a Disney Classic Games. Vagy mi? Ez az a cucc. Egyébként szerintem kurva drága. Ha engem kérdeztek. Mert valami 20 pár euró. Az kurva drága. Keresetek valami más megoldást rá. Mármint úgy értem, hogy biztos van, amikor akciós vagy ilyesmi, mert szerintem ez nagyon sok pénz érte. Ez a 25 euró, de szokott lenni olcsóbb is, azt tudom. És dekkel remek. Ha valaki kíváncsi rá. Úgy van, Bobby, hogy alapból az Aladdin és a Lion King van benne, és DLC-ként lehet megvásárolni a Dzsungel könyvét. Mi megéri-e váltani a Windows 11-re? Ja, nem tudom, nem volt más választásom. Úgyhogy nem tudom, milyen lenne, ha nem váltottam volna át. Na, srácok, köszi szépen a figyelmet, köszi szépen a türelmet, már akinek van. Én nagyon igyekeztem, de sikerült végigjátszani. Jani még ilyen majd este ilyen horror játékkal, meg minden. Én azért jó hétvégét kívánok nektek, jövő héten találkoztok velem majd hétfő reggel, ha minden jól megy. Addig is legyetek jók. Na, szevasztok!